Üdvözlök mindenkit! Augusztus első hetében állunk a szilvafánál. Már többször jártunk itt, a megfigyelő kertben. Beszéltem a szilvamojról, a poloskaszagú szilvadarázsról, és a szilva legsúlyosabb, gyógyíthatatlan betegségéről, a szilva himlőről, a sarkavírus kártételéről. Megígértem, hogy a termésen is megmutatom a tüneteit. Tegnap kijöttem és leszedtem már néhány szemet. Nem is kellett válogatnom, hiszen bármelyik érésben lévő szilva terméshez, ha hozzányúltam, mindegyikkel lehet látni ezt a tünetet, a deformálódott, benyomódott, egyre inkább ízetlenné váló terméseket. A leveleken is erősödött a foltoknak a jelenléte. Sajnos úgy, ahogy elmondtam, a vírus ellen semmit, sem más növénynél, de ez a gerinceseknél, állatoknál, embereknél is így van, nem tudunk mit tenni. A sejtmagba hatol be, a sejtmag örökítő képletét alakítja át, tehát magát a sejtmagot kellene elpusztítanunk, ami viszont az élőlénynek, tehát a növénynek, embernek, állatnak a halálával járna. Itt van a kezemben néhány gyümölcs, de ha például felnyúlok és leveszem ezt az egyet, itt is egész biztos, hogy láthatjuk a szilva himlőnek a tüneteit. Ha ledörzsölöm róla a kék színű viasz réteget, akkor feltűnik a gyűrődés és a deformálódás. A talajon pedig tömegével látjuk a permetezetlen szilvában a szilvamoly rágásától sérült és lehullott terméseket. Talán a szilvamojjal vagyunk a legnehezebb helyzetben, abból a szempontból, hogy egybefolynak a nemzedékei, tehát nem tudjuk megállapítani a pontos permetezési időpontot. Ezt majd az évvégi grafikonból is láthatják, hogy a napi fogásokkal dolgozó webkamerás csapda is gyakorlatilag egész nyáron keresztül fogja a szilvamojt. Köszönöm szépen!